Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Az elmúlt években folyamatosan drágultak az ingatlanok, de nem kizárt, hogy a mostani gazdasági hatások miatt hamarosan drasztikus árcsökkenés következik be. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Küzdelmes termesztés. Egy kártevő rovar tizedeli évek óta a dióállományt. Megállhat a drágulás? Sok a kérdője jelenleg az ingatlan piacon. Tudományos tanácskozás. Harmadik alkalommal tartott konferenciát a Szatmár-Bereg Akadémia. A diót is megviselte az aszály, de egyéb nehézségek is tizedelték a termést Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A termesztőknek a dióburok fúrólégy ellen kellett küzdeniük az utóbbi években, ráadásul úgy, hogy a növényvédőszerek ára drasztikusan megemelkedett. Ennek ellenére lesz dió idén is a boltokban, de jelentősen emelkedhet az ára. Ezek a diók már pucolásra lesznek ítélve, azért valamilyen szinten meg lehet menteni, mert úgy néz ki, hogy fele jó, fele nem jó. A dióburok fúró légy kártéteményeit mutatja kameránknak Guti Rudolf, akinek már a nagyapja is diótermesztéssel foglalkozott. Az ukrán határtól egy kőhajításnyira, a Tisza árterében, Tarpa határában, amerre a szemellát, közel 40 hektáron sorakoznak itt a diófák, melyek a híres milotai tízes gyümölcsöt termik. Ezek a fák több mint 20 évesek, magasságuk és terebélyességük miatt egyre nehezebb őket megvédeni a kártevőktől. Ennek a dióültetvénynek a sora onnét indult el, hogy még annak idején nagyapám kezdett dióval foglalkozni. Ő kereskedett is vele, úgy, mint pucolt bélként is, volt a fél Pestre, a piacra, meg különböző helyekre, és itt Tarpán hagyománya a diónak van, szívapálinkának és a szívalekvárnak. Ez a három valuta, amivel azt mondjuk, hogy fizetőképes, meg erre vannak ráva az emberek, ehhez van szaktudás. Van elég jelentős mennyiségű alma is, meg egyéb gyümölcs is, de azt mondom, hogy az alap ez. És ezelőtt 22 évvel, amikor indult ez a történet, akkor mi felkértük a Szent Iványi professzort, jöjjön ki ide, és akkor nézzünk egy helyet, ahol mi szeretnénk egy elég komoly diós ültetni. Itt most vagyunk, ez egy 33 hektár termő, 20-22 éves, a valóságban itt körülötte 40 hektár van, de ezek már új telepítésűekkel együtt értve. És akkor ide kijött a professzor, és itt most állunk, ennek a sornak a végébe van a Tisza folyó közvetlenül, és a bal oldalán pedig elterül egy halvány, ami a Tisza szabályozásából jött létre. Most próbálnánk ezt a halványt is feltölteni, mert több ilyen halványok vannak, és próbálnánk ezekbe vizet beereszteni, ezáltal, hogy a klíma itt megnőne. Itt egy áttérben vagyunk, ez egy 8 kilométeres áttér. Nekem volt egy feldolgozó üzem, ami sajnos megsemmisült, tűzáldozata lett, és 11 feldolgozó üzem az országba összeállt, mikor meghallottuk ezt a dióburok furó legyet, és akkor elindítottunk egy kutatást ezzel kapcsolatban. Itt felkértük Szabolcsba a újfejétói kutatóállomást, ő vette ebben részt, és a szakemberei jöttek ide ki hozzám is, és valamint tranzitkeresztésünk majd is, és a környékén mentek ezek a kutatások, ez a dióburok furó légyre, és az ellenük való védekezése is. Akkor már több sajtóba és tévébe is hangoztattam, meg adtam erről riportot, hogy ez óriási probléma lesz, de mindaddig, míg ez a Dunántúlon 50, akár 70%-os kárt nem csinált, addig úgy senkit nem érdekelt. Most már mindenütt ez a téma, hogy mi van a dióburok furó léggyel. Több alternatíva is létezik. Mi, ahol most vagyunk ebben a gyümölcsösben, ez most egy egyéves átállt öko termesztése van beállítva. Előtte pedig Global Gap biztosítási rendszerbe volt beállítva. Jelen pillanatban is mindez a kettő van, a Global Gap és a öko. Sajnos a piac ezt követeli meg tőlünk. Ezekkel a két feltételekkel tudunk szállítani, és tudunk piacon maradni. Elég komoly vevők vannak ebbe az irányba. Van a másik dolog, ami csak sima dióként van, vagy van, ami be van adva AKG is rendszerbe, ott teljesen megint más a permetezési dolog. Itt jelen pillanatban ott tartunk, hogy nem akarok neveket mondani, de egy 12 fajta gyógynövényt, készítményt használunk,
nem csak enni a gyümölcsnél, hanem a megynél is, ami bióban van, és az alma is, és a szilvánál is. Egy 12 fajta gyógynövény. Ez egy magyar szabadalom, ez egy magyar gyártónak a terméke, és ehhez van még adva egy biokészítmény, egy felszívódó rész. Ezt 15 napos fordulókba szoktuk kijuttatni. Nagyon jól vizsgázik egyébként. Van olyan gyümölcsös Szabolcsban, 3-400 hektár almában használják már 5 éve. Próbáljuk ebbe a térségbe elterjeszteni. Sok itteni termelő látta az én eredményeimet, és ő is átállt erre az irányra. Sajnos ez hogyha betelepedett ide egy ebbe a gyümölcsösbe, nagyon komoly növényvédelmet kell csinálni. Elég szoros határidők, elég szoros napokkal, hogy ezt meg lehessen védeni. Ha nem tudják bejuttatni megfelelően a növényvédő szereket, akkor az öregek tanácsa ellenére meg kell ritkítani a fák lombkoronáját, mesélte Guti Rudolf, aki a régió legnagyobb diótermesztője. A szakember úgy látja, egyre komolyabb technológiákra van szükség a versenyben maradásért. Az idén azt mondom, hogy a növényvédelemben van a legnagyobb problémák. Általában olyan 6000 hektár körüli telepítés van, mondjuk ezt még könnyű növényvédelemben megoldani, de most ezeket a fákat, ami már 6 méterre, meg 7 méterre kell feljutatni a növényvédőszert, ezt hagyományos gépekkel már nem lehet megoldani. Ezt már ugyanazzal a permetezővel, amit használnak a megybe, vagy a szilvába, vagy az almába, ezek a gépek erre nem alkalmasak. A dióburok fúró légy Magyarországon először a Dunántúlon bukkant fel 10 évvel ezelőtt. A Nébih leírása szerint az USA és Mexikó területéről származik. Európában az 1980-as évektől folyamatosan egyre több országban szaporodott el, hazánkba 2012-ben érkezett meg. A helyi termelőknek így nem csak a fejlett nyugati gazdaságokból származó konkurens termékekkel, de a külföldről származó kártevő rovarokkal is meg kell küzdeniük a vásárlókért. A legnagyobb diótermelő Kalifornia. Óriási mennyiségben termel diót, fel vannak fúra gépesítve, és nyomják befele Európába, sőt a világ minden részére. Legnagyobb technológiával rendelkeznek. Az a probléma az ő diójukkal, hogy a mérettel gond van, ilyen 26 és 30 a maximum méret, vagy mondjuk 32. A mi diónk, ami rendesen kezelve van, ez 36 pluszot is elér. És a piac ezt nézi, hogy ez egy szép gömbölyű dió, 36 pluszos, papírhajú, és így tudunk versenyképesek lenni a kaliforniai dióval. Nem csak az USA-ból, hanem a környező országokból, Ukrajnából, Romániából és Szerbiából is szállítanak be Magyarországra diót. De hogy ennek ellenére mégis miért olyan kedvelt a nemzetközi piacon a Milotai 10-es, Guti Rudolf szerint azért, mert amellett, hogy ízletes, a külsejét bármilyen gépben lehet tisztítani, polírozni, vakszolni a gyümölcs gömbölyűsége miatt. A dióhéj felülete sima, nincsenek a ráncokban különböző szennyeződések, tehát jól tisztítható, a héja pedig könnyű. Eltávolítható. Ez egy nagyon hosszú távú befektetés, nem úgy van, mint a többi gyümölcsösnél, azért itt a termelőfordulás olyan 8 évtől kezdődik. És ennek a gépesítése teljesen más megoldásokat kíván, sőt a feldolgozása is teljesen más megoldásokat kíván. Itt beleértve, hogyha most jön egy nagyon nagy esős időszak, akkor ilyen mennyiségben, ilyen volumenben ezt szállítani kell. Azok a régi technológiák, hogy kiterítettük különböző helyekre, felhordtuk a padra, az udvaron. Ezek a dolgok már szerintem nem járhatók. Megváltoztak az időjárás, megváltoztak a körülmények. A piac óriási igényeket támaszt a piac. Itt meg azt mondja, hogy 100 dióból egyetlen egy lehet hibás. Akkor ez milyen gépeket kell alkalmazni? Régen használtunk egy levegő fúvásos elven, ami könnyen volt, a levegő kilökte. Már most ezek az elvek nem jók, mert annál 100-nál talán volt 8-10 hiba. Most egy hibának lehet lenni. Ilyet követett tőlünk a piac. Másik oldott a tisztaságra, a minőségre, az összetételre, legyen bio, legyen öko, különböző minőséget itt követelnek meg. Nagy ára van ennek, de ezt be kell ruházni. Érdemes-e most ingatlant venni? Ha nem, akkor meddig érdemes várni? Sokan teszik fel manapság ezt a kérdést, a lakáspiacon az utóbbi években ugyanis folyamatos volt a drágulás. Hogy megfordulhat-e ez a tendencia a mostani gazdasági helyzet hatására, arról Bákány Zsoltnét, az Otthoncentrum ingatlan közvetítőjét kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a kedves nézőknek!
Mindenekelőtt beszéljünk arról, hogy most mi a helyzet, illetve az elmúlt hónapokban mi az, amit tapasztalni lehetett az ingatlan piacon. Eltelt lassan, ugye már most már lassan a harmadik negyedév fog eltelni, tehát már most kimondhatjuk, hogy tudtuk figyelni az idei évnek a változásait. A rezsi változásokig azt lehet mondani, hogy egy folyamatos drágulás volt tapasztalható. Egyébként a megyei jogúvárosokban ez 25-35%-os drágulást jelentett. Miskolc volt az éllovas, aztán Debrecen, és még a Nagykanizsán is volt egy 20%-os növekedés nálunk is. Na most, hogy milyen következményei lesznek annak, hogy most emelkedett a rezsi, ugye hát ez a jövő zenéje mondhatnánk, mert az első számlákat is most kapták meg az emberek. Egy picit még beszéljünk arról, hogy ez a drágulás, amit tapasztalni lehetett, ez okozott-e féket a keresletben? Tehát, hogy mennyire pörögtek az ingatlanok a drágulás ellenére? Nem okozott féket. Nyilvánvalóan, hogy a szomszédunkban zajló háború előhozott olyan történeteket, hogy az onnan menekülő embereknek is házat kellett vásárolni, illetve az emberek megijedtek valamilyen szinten a bankban tartani a pénzüket. Ugye volt itt egy nagyobb bank, ami igazából megszűnt, az ittben lévő pénzt is ingatlanba forgatták, még mindig biztonságosabbnak gondolják az emberek a pénzt ingatlanban tartani, mint a bankszámlájukon, mi ezt tapasztaltuk, és ennek okán nagyon sok vételünk készpénzes vétel volt, és gyakorlatilag olyan vételeink voltak, hogy egyik nap megtekintették az ingatlant, a második nap az ügyvédnél ültünk akár 30 millió forinttal is, nyilván azt a megfelelően kezelte az ügyvéd, de nagyon sok ilyen tranzakció volt. Mennyire vették figyelembe az energiatakarékos szempontokat, vagy jött egy alkalmas vétel, és gyorsan befektetési céllal megvásárolták? Tulajdonképpen júniustól érezzük azt, hogy felmerül a kérdés, hogy mennyi a rezsi. Korábban ez egy kultikus kérdés volt, ez ugye 5-10 évvel ezelőtt, most újra előjött, sőt számlával igazolt rezsit szeretnének látni az emberek, tehát nem hiszik el a bemondott összegeket, most már azért szeretnék látni, hogy mi történik, de úgy kalkulálnak, hogy igen, az energiatakarékosabb ingatlanokat szeretnék megvásárolni. Egy időszak volt, amikor a téglalakásokat gázcirkó fűtéssel preferálták, majd most ez átfordult a távhős ingatlanok irányába, mert egyelőre úgy látszott, hogy ahhoz nem fognak hozzányúlni. Kályha, kandalló, hagyományos fűtési lehetőségek? És azt is hozzá kell tenni ehhez, hogy 2020-ban a Covid-dal nagyon sok ember úgy döntött, hogy eladja a kis lakását, és kimegy az agglomerációba, vagy egy kicsit tényleg a várostól messzebb, és a home office-os életét éli ott, és akkor megvette esetleg a régi kádár kockákat. Na most ezeket az ingatlanokat azért volt 2 évük felújítgatták, tehát hőszigetelés szempontjából meg voltak ezek oldva, viszont fűtés szempontjából annyira nem. Tehát most igazából ezeknek az ingatlanoknak a sorsa fog a közeljövőben eldőlni, hogy mennyire volt fantasztikus ez az ötlet, hogy ugye kiköltöztünk agglomerációba, mert egy sokkal nagyobb költséggel kell most számolni, mint ezelőtt 2 évvel a fenntartást tekintve. Most mi a helyzet? Most mit keresnek az emberek? Most tulajdonképpen 50 négyzetméterig, teljesen mindegy, hogy panel vagy gázépítés, vagy gáz, nem. Teljesen mindegy, hogy panelből vagy téglaépítéssel gondolkozunk. Az alacsonyabb térmértékű ingatlanokra van nagy kereslet, hiszen ezeknek a várható fenntartása belefér egy családnak a költségvetésébe. A nagyobb alapterületű lakások vásárlása az most egy kicsit visszább hagyott. Hogy állunk a hitelpiaccal? El lehet mondani, hogy minden 10. adásvételünkre jellemző azt, hogy hitelt vesznek igénybe. A leginkább, amit igénybe vesznek, az a csokk, és azt is csak azért, mert a csokk által illetékmentes lesz a vásárlás. Mire lehet számítani? Most sokat lehet olvasni arról, hogy berobbannak a hitelkamatok.
Igen, ez tény, tehát mint ahogy a tüzépek, már most a bankok is napi áron dolgoznak, tehát folyamatos a változás, folyamatos az emelkedés, folyamatosan látjuk azokat a táblázatokat, hogy mi történik akkor, hogyha meg nem születnek meg a gyerekek, tehát hogy mennyit kell lesz esetleg visszafizetni, mert mostanában fognak kifutni ezek a vállalások, ahol 3 gyereket vállaltak, ahhoz, hogy megkapják annak idején ezt a 10 plusz 15 milliós hitelt tulajdonképpen a bankoktól, tehát ez most fog igazából kiütközni, majd meglátjuk. Most egyenlőre azt látjuk, hogy mindenki igyekszik a kisebb ingatlanokat venni alacsonyabb fenntartással, és most mernek reálisan álmodni, akkor, amikor több volt a támogatás, azért voltak irreálisabb elképzelések is. Nyilván most a rezsé egy kicsit befolyásolni fogja a döntéseket, meg hát nyilván a kamatok is, mert nem fogja a fizetése elbírni a hiteltörlesztő részletet. De visszamenőleg ezek a kamatok nem változnak? Tehát aki már igénybe vette ezt a támogatást, az már azzal a feltétellel megy tovább, nem? Hát ha a banki hitelt veszünk fel, akkor elsősorban azt kell megvizsgálnunk, egy jó hiteltanácsadóhoz el fogja mondani, hogy fix törlesztő részlettel vettük-e föl ezt a hitelt, vagy nem. Na most akkor van probléma, hogyha ez a hiteltörlesztő részlet, ez nem fix, akkor változhat a törlesztő részlet, illetve azok az emberek, akik benne voltak a moratóriumban, vagy még benne is vannak, azok számolhatnak egy brutálisabb visszafizetéssel. Mire számít a szakma? Milyen irányba fog mozdulni az ingatlan piac, az árak hogyan alakulnak majd? Akik gondolkodik abban, hogy elad vagy vásárol, az most mit csináljon? Én úgy gondolom, hogy az élet hozza ezeket a döntéseket, tehát csak az vásárol ingatlant, akinek valamiért erre szüksége van. Vannak azok a bizonyos demográfiai változások, ami ellen nem tudunk mit tenni. Emberek születnek, meghalnak, elválnak, házasodnak, külön mennek, stb. Ezeket az élethelyzeket általában költözéssel szokták megoldani, ezekhez az élethelyzetekhez mindig vagy egy kisebb, vagy egy nagyobb ingatlanra van szükség. Ez az ingatlan piacot fogja mozgatni. Az is fogja mozgatni az ingatlan piacot, hogyha valaki bevállalt egy 2-300 négyzetméteres alapterületi ingatlant, pont a COVID miatt, és most nem fogja bírni fizetni a törlesztőt is, meg ugye a rezsiköltséget is, akkor váltani fog egy fenntartható ingatlanba. De igazából nincs minden elveszve, mert azért vannak olyan alternatív megoldások, amivel lehet segíteni ezt az energiaspórolást. Értem ez alatt, ugye a villany valamennyivel csak kevesebb, tehát lehet itt klímával is fűteni, lehet kandallókat, lehet beépíteni ilyen kis kályhákat, amivel segíthetik a rezsit, tehát lehet könnyíteni, illetve hát ki kell cserélni az izzókat. Nyilvánvalóan nem mindenkinek van arra kerete, hogy egy fűtésrendszert korszerűsítsen, vagy nyílászárókat cseréljen, vagy esetleg szigeteljen. Ezzel mi is tisztában vagyunk, hát ők lesznek valószínűleg a mi eladóink. De én úgy gondolom, hogy aki most vevő, az azért fog most vásárolni, mert most van szüksége valamilyen élethelyzet miatt ingatlan vásárlásra. Említette, hogy inkább a kisméretű ingatlanokat keresik. Mi a helyzet a több generációs ingatlanokkal? Hát nagyon ritkán vásárolnak több generációs ingatlant. Ezt én úgy gondolom, hogy nem csak annak köszönhetjük, hogy most ennek egy magasabb fenntartása van, mert van olyan több generációs ingatlanom is, ahol külön almérősítve van a két albetét tulajdonképpen. Nem szeretnek már a fiatalok annyira több generációs ingatlanban gondolkodni, mint ezelőtt 30-40 évvel. Akkor az alapkérdésünk, aki mondjuk abban gondolkodik, hogy eladná a saját ingatlanját, az most gyorsan adja el? Vagy mi történik, ha várni fog? Hát nehéz kérdés, mi mindig azt mondjuk, hogy akkor kell eladni, amikor van rá piac. Tehát, hogy most az biztos, hogy egy kisebb térmértékű lakást pillantok alatt el lehet adni, tehát a múlt héten is volt olyan adásvételünk, ami 24 órán belül egy plusz egyes 35 négyzetméteres lakás 600 ezer forintos négyzetméter áron kelt el Nyíregyházán, és ez egy panellakás. Jók voltak a paraméterek, mindenképpen ott akart vásárolni az ügyfél, ahol ez az ingatlan van. Tehát nyilván az ingatlan sajátosságai fogják megadni, hogy
azt most, hogyha most piacra bocsájtja, akkor azt egy jó áron és gyorsan el tudja adni, vagy hogyha vár is vele 2 hónapot, azzal nehezebben fogunk boldogulni. Ezeket a kis alapterületű ingatlanokat keresik az ügyfelek befektetés céljából is, meg ugye nagyon sok kis nyugdíjast most, hogy ez a rezsiváltozás van, igyekszik a család egy kisebb ingatlanba, de mégis külön békességben tudni, és ugye itt nem várható az, hogy nem bírja a rezsijét kifizetni. Bálkány Zsoltné, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm szépen mindenkinek, minden jót. Vásárosnaményben tartott szakmai konferenciát a megyei önkormányzat és a Nyíregyházi Egyetem közös rendezvénysorozata a Szatmár Bereg Akadémia keretében. Az esemény célja, hogy a felsőoktatási intézmény kutatói a civilek számára közérthető módon mutassák be a térség múltját, valamint értékeit. Az akadémia a pandémia miatt csaknem 3 év után ülésezett újra, a közeljövőben azonban szeretnék újabb helyszínekre elvinni az előadásokat. 3. alkalommal rendezték meg a 2019-ben életre hívott Szatmár Bereg Akadémia műhely munkaprogram sorozatát. Az esemény ötletét korábban a Lubi Társaság vetette fel, majd azt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat és a Nyíregyházi Egyetem közösen meg is valósította. A pandémia miatt az elmúlt 2 évben nem tartották meg a vándorkonferenciát, pénteken azonban újra lehetőség nyílt arra, hogy egyetemi előadók számoljanak be a szatmári és beregi térség elmúlt évszázadairól. Igaz, hogy Szatmár Bereg Akadémia néven indítottuk útjára, de a cél az volt, hogy legyen egy olyan műhely, legyen egy olyan szakmai műhely, ahol akár a múltat, akár a jelent, akár a jövőt egy kicsit ki lehet vesézni magas szintű szakmai előadások által, és szerettük volna azt, hogyha ez az akadémia elindul itt a Szatmár Beregben, és valóban itt most a térséggel foglalkozunk. Ez azért egy, hogy mondjam, egy példa is lehet más térségek számára, hiszen a végső cél az lenne, hogy minden egyes térségnek, akár a Nyírségnek, akár a Szabolcsi térségnek, hogy a Rétköznek, ott meglegyenek azok a szakmai műhelyei, azok a helytörténeti kis konferenciái, rendezvényei, amelyel meg tudják erősíteni azt az identitást, azt a szülőföldhöz való ragaszkodást, amely úgy gondolom, hogy nagyon fontos egyrészt a mindennapi életünkben, és abban a munkában is, amelyel a jövőt igyekszik építeni mindenki a saját közösségében. Volt arra is példa, hogy helytörténészek tartottak előadást, és természetesen az egyetemi szintű előadásoknak is megvan a helye és a szerepe, úgyhogy ez egy vegyes, itt az akadémia szempontjából is egy teljesen vegyes képet mutat, de mindig arra törekszünk, hogy az adott naphoz, az adott térséghez, vagy akár az adott településhez kötődően is legyenek olyan információk, amely a helyi közösség számára is nagyon fontos lehet, és természetesen egy kívülálló számára is, aki úgy gondolja, hogy akkor maga az akadémiai történet iránt érdeklődik, és vagy akár a térség történelme iránt érdeklődik, és ebbe kíván egy kis információt jutni, vagy akár szerepet vállalni. A Nyíregyházi Egyetem általános rektor helyettese arról beszélt, az ország más részein élőknek is érdemes megismerniük a szatmári és a beregi értékeket. Ebben szeretne segíteni a megye egyetlen felsőoktatási intézménye is az akadémián keresztül. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tudomány, kultúra, a közélet területén a országnak ebben a régiójában is jelen legyünk, illetve a Szatmár beregi része kicsit úgy kiesik a látóköréből a felkapottabb helyeknek, akár a megyei jogú városoknak is, és azt gondolom, hogy ez a terület kiemelten fontos lehet akár beiskolázási körzet szempontjából, akár pedig ugye az itt lévő értékek megtartása szempontjából is. És ugye a Nyíregyházi Egyetem szeretné, hogy ehhez a területhez köthető kutatók, oktatók, illetve más szakemberek ismereteket közvetítsenek az érdeklődők számára, akár közvetlenebb, kötetlenebb formában is. És mindenképpen ugye ez a térségnek egy mozgatóhajtó rugója lehet a későbbiekben. Viga Gyula etnográfus a paraszti kultúrák időszakos vándorlásairól tartott előadást, de a megyéből elszármazottként személyes, tudományos tapasztalatait is megosztotta. Egy picit elfogult is vagyok, tudnélik, én Matrixokán születtem. Igaz, hogy 14 éves koromban elkerültem Debrecenbe, és utána már igazán csak vendégként jövök haza. De hogyha azt mondom, ugye, hogy a Lubi Margit adatközlői között ott van az én dédnagymamám Tunyogról, meg a édesanyám nagynénje, aki nekem is első adatközlőm volt, tehát ilyen módon mondjuk nem vagyok elfogulatlan ebben a történetben. Hát én azt gondolom, hogy egyáltalán az, hogy van egy társaság, amely
sokáig ugye fölkarolja az, hogy egy tájnak, egy kis tájnak a tradícióját, ami összeér a mával természetesen, és nyilván a szándék szerint ugye egyfajta építkező jelleggel mutat föl dolgokat, ezt nem lehet túlbecsülni. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évnek, ha igazán komoly fejleménye van Magyarországon, én ezt mindenképpen, ezt a fajta alulról építkező, közösségépítő programokat fontosnak gondolom. Főleg itt azért Beregben, Szatmárban, ami ugyanúgy, mint az én Borsodom vagy Zemplénem, hát egy kicsit világvége ma is, mondjuk meg őszintén. Hát is ennek, hogy az ember végig sétál, mint tegnap este mi Vásárosnaimban, tehát ugye én nekem azért van összevetési alapom 40 év után, hogy mennyit fejlődött ez a település, de ezzel együtt azért érezhetően igény van erre az összefogásra. Na most nyilván a néprajz a történettudomány vonatkozásában különösen, hiszen azért mindig voltak olyan búvópatakok, voltak olyan személyiség, akik ezt vitték, építették, tehát én örömmel láttam most a kedves Csiszár Árpádnak az emlékét ugye a Naményi Múzeumban, aki ezt 960-as években elkezdte, és azt kell mondanom, hogy a Vásáros Naményi Múzeum az tulajdonképpen ilyen módon egy példamutató, hát egy olyan néprajzi gyűjteménnyel, amit egy megyei múzeum is megirigyelhetne tulajdonképpen. Tehát nem lehet túlragozni azt, hogy ezek fontosak és kellenek, és az, hogy itt a szereplők között itt látom az oktatás ügynek, gazdaságnak, egyének a szereplőit, és hogy ezek találkoznak ezzel az egész problematikával, és azt hiszem, ezt nem is érdemes tovább ragozni, de egy nagyon fontosnak, lényegesnek tartom. Vinai Győző történész egyik legfontosabb kutatási területe a 20. század első fele. Előadásában az 1920-as trianoni békediktátum okait és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére gyakorolt hatásait taglalta. Trianon kérdése az izgatja a történészeket, különösen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, mert Szatmár megyének egy jelentős része került, Beregnek szintén egy jelentős része került, még Ungugacsát is ide tehetném. Szabolcsnak nagy része megmaradt, csak egy nagyon pici rész került el északon ettől a megyétől. Tehát valójában Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ilyen nevű megye nem is lehetne Trianon nélkül. Tehát bennünket érintett ez a határon túli kapcsolatok, a kisebbségbe került magyarság sorsa, de most történészként azt szeretném bemutatni, hogy mi is okozta, hogy Magyarország az első világháború végén a versailles-i békerendszer részeként a trianoni békediktátumot kapta. És ennek van két oka. Az egyik ugye a totális háborús vereség az első világháború végén, ami Németországot és a monarchiát érintette, és a monarchiának a katonai veresége, amely csak 18 őszén vált világossá, hiszen 18 elején még a német és a monarchia beli erők még a határokon kívül álltak, saját határaikon kívül álltak, tehát nem volt eldöntött ez a háború. 18 őszén viszont vereséget szenvedtek a központi hatalmak. Ez a monarchiára nézve, és benne a Magyarországra nézve, mert ez egy dualista állam volt, azt jelentette, hogy az államkeretek is felbomlottak 18 őszén, 19 elején. Forradalmak robbantak ki, polgári demokratikus és a tanácsköztárság. Ezt az antant hatalmak, a győztesek, főleg Franciaország és Nagy-Britannia nem is ismerték el ezeket a kormányokat, majd csak 19 őszén ismertek el egy magyar kormányt tárgyalások után, és utána hívták meg a magyar békedelegációt Párizsba, Aponyi Albert vezetésével, tehát 1920. január első napjaiban, január 4-én, 5-én érkeztek Párizsba, eléggé elszigetelték őket, és gyakorlatilag nem nagyon tudtak már az előzetes feltételeken változtatni, mert a nemzetiségek, a monarchia nemzetisége és a történelmi Magyarország nemzetiségei a 19. század végétől, 20. század elejétől, már háború előtt azt mondták a nyugati nagyhatalmaknak, franciáknak és az angoloknak, hogy elnyomják őket, és az ő törekvéseiket, az autonómia törekvéseiket, nyelvhasználati jogaikat, kulturális jogaikat a monarchia elnyomja, egy régi avit rendszer, és gyakorlatilag az első világháború végén önálló államokká kívántak alakulni, például a délszláv állam, szerb, horvát, szlovén királyság, vagy Csehszlovákia, csehek, szlovákok, föderatív államok, tehát a szlovákok kiszakadtak a történelmi Magyarország, vagy Románia, ugye, és Románia igényt tartott a román, hogy mondjam, nacionalizmusnak egyik fontos termék, hogy Erdély,
egészét vagy nagyobb részét megkapják, és ezt fogom elemezni, hogy 1919-20-ban milyenek voltak a nemzetközi viszonyok, és Magyarország nagyhatalmi támogató nélkül ellenséges környezetben a szomszédai által nem nagyon tehetett mást, mint ezt a diktátumot aláírta, amely nagyon súlyos területi, gazdasági, katonai és társadalmi következményekkel járt. Az eseményen elhangzott, az akadémia szeretne a közeljövőben újabb helyszínre eljutni. A térség múltjának megismertetésével és a helyiekkel való párbeszéddel ugyanis a fejlesztések is könnyebben tervezhetőek a szatmári és a beregi településeken. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a használt autók piaci helyzetéről is szó esik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!